Szeretettel köszöntöm ma esti Kulturkép magazinunk minden kedves nézőjét. Adásunk nagy részében mi másról is eshetne szó, mint a 38. Halasi Szüreti Fesztiválról, emellett pedig ellátogatunk a Zöld Híd Környezetvédő Egyesület idei fotópályázatának eredményhirdetésére is. Nem marad el könyvajánló rovatunk sem, és programkínálatunkat is megtekinthetik az elkövetkező percekben. Tartsanak velünk! Valódi zenei csemegékkel találkozhattak azok, akik az elmúlt hétvégén kilátogattak a 38. Halasi Szüreti Fesztiválra. A Bethlen Gábor téri nagy színpadon pénteken este többek között a Gipó Cirkusz zenekar, valamint Kassa Tibi felelt a jó hangulatért. Azok, akik ott voltak, bizonyára egyetértenek abban, hogy jó kedv és sok kiváló sláger jellemezte a fesztivál nyitó estéjét. A 38. Halasi Szüreti Fesztivál nyitó estéjén egymásnak adták a színpadot a fellépők a Bethlen Gábor téren. Különböző stílusok képviseltették magukat a világot jelentő deszkákon. A szegedi Gipó Cirkusz zenekar országszerte egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. A közelmúltban jelent meg második stúdióalbumuk, amiről több sláger is felcsendült a halasi koncerten. Az első lemeznél megszoktak tőlünk egy alaphabitust, és szerintem így nem terveztük, hogy nem ugorjuk meg azt a habitusbeli szintet, más irányba ment egy picit a dolog. Van, akinek ez nagyon tetszik, és van, aki meg az előző lemeznek a számait szereti jobban. Egy biztos, komoly hangvételű televíziós interjút készíteni a Gipó Cirkusz tagjaival gyakorlatilag teljesíthetetlen feladat. Arra a kérdésre például, hogy miként építették fel itteni koncertjük repertoárját, a halasi frontember a következőket válaszolta. Nem kivételeztük a kiskolasi közönséggel sem, tehát ugyanazt a koncertműsort kapják, amit bármelyik város kapott eddig még a nyáron. Nem lesz benne panasz szerintem. Az első száma kezdünk, és a következő második lesz valószínűleg egyébként. A harmadik az meg hát a következő lesz. Aztán egy merész stílusváltással az est következő fellépője, a népszerű showman, énekes, dalszerző Kassa Tibi volt. Nekem az lett a sorsom, soha ne adjam fel, mint mások könnyen megkapnak, azért harcolnom kell, de már nem leszek más, csak így. Az egykori Krisztál formáció énekese évek óta építgeti szóló karrierjét, sikerét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy követői száma óriási mértékben megemelkedett az online közösségi felületeken. Kis szerény szűkörű Facebook oldalnak a menedzselése azért az egy teljes embert igényel, sőt most már több embert, úgyhogy... Bocsánat, hány követőnél járunk? 975 ezer, úgyhogy igazából most már 25 ezerre kargyújtásnyira vagyunk az 1 milliótól, amit azt gondolom, hogy most már azért az év végéig, hogyha akármi történik, hogyha most így hátrakötözöm a kezemet, most már akkor is meg lesz. Úgyhogy ez egy szép szám, nyilván egy ponton túl nem ez számít, mert nyilván az számít, hogy mi az, amit tudsz produkálni a követőknek, és ebbe is egyre több energiát fektetünk, hogy saját tartalmak legyenek, sőt a jövő évnek majd ez egy nagy terve, bár ez nem a nyárhoz kapcsolódik, hogy sokkal inkább tévécsatornává alakuljon az oldal, és sokkal több gyártott tartalom legyen majd rajta. Nem látsz, nem látlak véget, érzem, hogy a végzet, mint fal közt ülk át, de milliószor elmentünk már egymás mellett, tudom, hogy holnap. A tévéműsorok, forgatások és Facebook oldal kezelése mellett azért persze arra is marad idő, hogy Tibi zenei projektjeivel foglalkozzon. Pont igazából napokban kezdtünk el egy új dalt összerakni a kis muzsikus barátaimmal, úgyhogy jönnek az új dalok is, sőt jövőre már csak élő koncertek lesznek, tehát lesz turné, lesznek nagy koncertek, lesz sokkal több zenés dolog is, illetve egy másik hobbimnak is egy picit most újra elkezdtem aktívabban hódolni, ami a divatfotózás, úgyhogy most egyre többet fotózom is újra, úgyhogy színes az élet is zajlik. Mert nekem nem kezdődni boldogtal, hogyha nem rólunk szól, mert a láthatatlan csak te láthat, jó, már nem kell, már nem kell más.
Hallottak már Mr. Baconről? Nos, a hétvégén sokak örömére Kiskunhalason járt. Ugyan szereti a gasztronómiát, de ő a népzenében jeleskedik. Pál István szalonna és bandája nagy sikerű koncertet adott Halas főterén. A következő percekben az is kiderül, honnan ez a különleges névválasztás, és hogy milyen kalandja volt a zenészeknek az angol királyi udvarban. Professzionálisan zenélnek, tanítanak, népzenét gyűjtenek és hagyományt őriznek, járják a világ színpadait. A Halasi Szüreti Fesztiválra kiemelkedő népzenei élményt hozott Pál István szalonna és bandája. Mint kiderült, komoly rajongó táboruk van a térségben, de azok is egyből a szívükbe zárták a csapatot, akik eddig még nem ismerték őket. Az elmúlt tizen jó néhány évben, hogy járjuk a Kárpát-medencét, azért azt látjuk, hogy egyre bővül a népzenét szerető emberek köre, és velünk együtt énekelnek az emberek a koncertjeinken, és tényleg, ha egy legkisebb faluba vagy egy nagyobb városba megyünk, mindenhol szeretettel fogadnak minket. Tehát lényegében mi életünk nagy részében a Magyar Állami Népegyüttessel járjuk a nagyvilágot, mint a magyar kultúra képviselői, és amikor szabad időnk engedi és meg tudjuk tenni, akkor a zenekarral koncertezünk Pál István szalonna és bandája néven, hiszen ez az én nevem és a zenekart 11-12 esztendeje alapítottuk. Emellett mindegyikünk tanít is, iskolai szinten is, van, aki a Zeneakadémia tanára, van, aki valamilyen szakiskolába vagy zeneiskolába. Gyűjtünk szerte a Kárpát-medencében, tehát népzenét mai napig mi is gyűjtögetünk. Úgyhogy lényegében azt mondtam, hogy ami a népzenébe belefér, a tanítástól a színpadi koncertekig, a tánckíséreten keresztül a jó kis mulatságokig, mi mindennel foglalkozunk, és jó érzés ezt csinálni, mert tényleg valami olyasmivel foglalkozunk, ami ebbe a Kárpát-medencébe azt hiszem, hogy maradandó, és a miénk. Nem csak a fesztiválozók, hanem a rendezvényen játszott többi népzenész is érdeklődve figyelte Pál Istvánné koncertjét. Ők mesteri szinten művelik ezeket a hangszereket mindannyian. Többen egyetemi tanárok közül, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen doktoráltak a zenéből, tehát ők profik, mi hozzájuk képest igen szerények és csekélyek vagyunk, úgyhogy ebből is rengeteget lehet tanulni, hogyha csak hallgatjuk őket, hogy ők mit muzsikálnak, mert rendkívül jók és tehetségesek, és egy összeszokott társaságról van szó. Tehát hogy azt is érdemes figyelni, hogy mennyire figyelnek egymásra, együtt lélegzik ez az 5-6-7 ember, és ez valami fantasztikus, amikor megszólalnak így egyszerre. Akik még nem ismerik a történetét, azok most bizonyára azon gondolkodnak, vajon miért került oda Pál István neve mellé a szalonna. A zenésztől erre is megkaptuk a választ, de arra is, hogy milyen kalandjuk volt az angol királyi udvarban. Nem csak onnan fakadt, hogy nagyon szeretem a szalonnát, az egy dolog, de 92-ben, amikor elkezdtem népzenét tanulni, akkor egy népzenei táborban szalonnát sütöttek a focipálya mellett, nagyon szeretek focizni. És mindig kiszaladtam, levágtam egy darab szalonnát, megettem vissza focizni. És ott az egyik barátom ragasztotta végül is rám, és azóta így megmaradt. Ugye az emberek jót mosolyognak először, mikor meghallják, hogy szalonna, miféle név ez, de utána meg úgy megbarátkoznak a dologgal, és szeretettel fogadnak. Hát ez a Mr. Bacon, ez konkrétan, amikor a Károly hercegnek a 60. születésnapját muzsikáltuk Angliában, és a magárezidenciájukon volt, és ugye hát megérkeztünk, és én is néztem, mondom, elismerős a másik zenekar, akivel muzsikálunk, és akkor mondja itt a brácsás kollégám, hát az a Rod Stewart és a zenekara, mert úgy muzsikáltuk a születésnapi bulit, és az asztalunkra ki volt írva mindenkinek a neve, és ugye az angolok mindig az utolsó nevet írják rá, és az enyémhez csak annyit írt, a kis királyi cím, mert az asztalnál kis kártya, és annyira Mr. Bacon. Szóval ez innen fakad, hát ez is egy jó kis történet. Pál István szalonna és bandája a koncert után a szüreti borudvari táncházban is húzta egy
ideig a talpalá valót, és még sok feladat várja őket az év folyamán. A hazai fellépések mellett Grúzia, Kuba, Kanada és Lengyelország felé veszik az útjukat. Egy beszélgetéssel folytatjuk ma esti Kulturkép magazinunkat. Az elmúlt hétvégén volt a Zöldhíd Halasi Környezetvédő Egyesület idei fotókiállításának eredményhirdetése, és ezzel kapcsolatban beszélgetünk a mai estén Mongyi Mariannával, az Egyesület elnökével. Szeretettel köszöntelek. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, a kedves nézőket. Számtalan helyen találkozhattak már a kedves nézők a Zöldhíd Egyesülettel, többek között a Halas Televízió híradójában, Kulturkép magazinjában is, de egy picit kérlek, mesélj a kezdetekről és magáról az Egyesületről, mit is érdemes rólatok tudni, akik esetleg még nem ismernék a munkátokat. Én azt gondolom, hogy a környezetvédelem az mindig aktuális, és napjainkban még inkább. Igyekszünk rendhagyó, hídszemléletű, környezetet védő és tisztelő programokat, projekteket megvalósítani. Hát ehhez kell egy csapat, mert ez a civil munka, ez felelősségteljes és kreatív tagokat igényel, és azt hiszem, hogy büszkén mondhatom, hogy a mi egyesületünk ilyen tagokból áll. Én azt gondolom, hogy mindenkit tisztelet és megbecsülés illet, hogy ezt az idejét és energiáját nem kimélve, de mégis önzetlenül és ellenszolgáltatás nélkül végzi ezt a tevékenységet. Először civil csoportként, később pedig egyesületként kezdtünk el működni. 2013 óta vagyunk egyesület. Mindannyian, akik az egyesület tagjai, mi 15-en vagyunk, ez egy pici, de elkötelezett csapat. Én azt hiszem, hogy szívügyünk a környezetvédelem, és teszünk a városért, teszünk a környezetünk szépítéséért, és én azt gondolom, hogy különös köszönet illeti a lelnökünket, Palásti tanár urat, hiszen ő rengeteg ötletével gazdagította a tevékenységet, ahogy majd lesz róla szó a kiállításunkat is, és így tudjuk mi a céljainkat megvalósítani. Hát és komoly céljaink vannak, én azt gondolom. Például ilyen, hogy a természet és az épített értékeknek a megbecsülése, a megóvása és új értékek létrehozása. Ha arra gondolnak a városlakók, hogy a Szászkör utcai körforgalomban van egy élő fűzfamalmunk, azt is az egyesületünk hozta létre, vagy van a földvigyázók kertje, ami több pályázat, több sikeres pályázat után nagyon szépen megújult. De így számunkra fontos a kultúra ápolása is. Erre is találtunk ki egy jó programot. Az óvodások részére városi versmondó versenyt rendezünk minden évben. Ez is már 7 alkalommal volt, és a győztes, legügyesebb óvisok pedig a Hatvani Zoltán emlékére rendezett versmondó versenyre tudnak eljutni. Számunkra fontos a környezeti nevelés, oktatás. Erre például, amikor ökonapokat, tehát mi csak úgy hívjuk, hogy zöld napokat szervezünk. Ide mindig egy-egy hiteles személyiséget hívunk el, aki nem halasi, pontosan azért, hogy a megszólított középiskolás korosztály másoktól is hallja, hogy mennyire fontos a környezetvédelem, mennyire jó, ha tesznek a környezetükért. És akkor ennek a hosszú folyamatnak, ennek a programsorozatnak egyik állomása volt ugye az elmúlt hétvégén az a kiállítás, amit megrendeztetek a Közösségek Házában. Mit lehet erről elmondani, a verseny milyen múltra tekint vissza, és idén milyen tematikával vártátok a fotókat? Hát ezen a kiállításon mi nagyon sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk megvalósítani, hiszen azért ez is nem olyan egyszerűen jön létre, hogy majd csak úgy felkerülnek a falra a képek, de hagyományt teremtettünk, több ilyen hagyományunk is van, hogyha erről a kiállítás előtt egy percre még lehet mondani, talán a medvenapunk lesz majd februárban, ez egy jótékonysági medvenap, ami most még nem aktuális, de abból a szempontból igen, hogy folyamatosan kapunk fel ajánlásokat, és a jótékonyság abból áll, hogy mi rászoruló gyerekeket támogatunk. Ezekre a gyerekek nagyon-nagyon örülnek annak, hogy van egy olyan egyesület, aki őket támogatja, de van a Pillekő projektünk, ahol pedig újra hasznosítjuk például a palackokat, és el fog készülni egy saktábla a sakfigurákkal belőle.
És ha ide soroljuk a kiállítást is, ami szintén hagyomány, hiszen ez már a 7. volt. Bocsánat, közben a televízió nézők látják ugye az idei pályaműveket, amiből, amiket a közösségek házában élőben is meg lehetett csodálni. Mit lehet elmondani, mi volt az idei tematika, mi alapján válogattátok össze a kiállított képeket? Hát Rémán Jánossal 7 évvel ezelőtt mi ezt kitaláltuk, és azt mondta, hogy legyen belőle hagyomány. Lett a Halasi Hetek alapítvánnyal, és azt az idei évben, azt hiszem, hogy ez volt a legsikeresebb, hiszen 64 fotó érkezett, 37 fotó a felnőttektől, 27 a diákoktól, ugyanis két kategória van minden évben, és a két kategória első, második és harmadik helyezettjét díjazzuk, és vándorsellegünk is van a kezdetek óta. A tematika Anyai Palási tanárról kitalált, hogy az idén az éjszaka csodái legyen a cím, de a... Az alcímet is adtunk, hogyha valakinek nehezére esik esetleg éjszakai képeket készíteni, akkor napnyugtától napkeltéig volt, így aztán sok naplementés kép is érkezett, de volt, aki a napfelkeltét örökítette meg. Kaptunk fotót Budapestről, Kecskemétről, Csongrádról, Kisszállásról, Szankról, Kiskumajsáról, Kunfehértorról, Tázláról, és természetesen a sok-sok halasitól is. Elmondhatjuk, hogy akkor az egész kistérséget, sőt a megyét megszólítottátok. Milyen érzés ez számotokra, szervezőknek, hogy évről évre egyre gyarapodik azok száma, akiket sikerül megszólítanatok a felhívásra? Ez nagyon-nagyon jó érzés, mert én azt is büszkén mondhatom, hogy az ifjúsági kategória győztese, ami felfedezettünk, hiszen pár éve már ő is fotózik, és rengeteget fejlődött. Először még csak oklevelet kapott, aztán harmadik lett, második, és az idén első helyezést ért el, és nagyon komoly fotósnak számít a saját életkorában, én azt gondolom, hogy még nagyon szép jövő áll előtte. Az, hogy ilyen sok-sok képet kaptunk, az pedig nagyon sok segítőnk, támogatónk van, akik ebben az évben még több felajánlást kaptunk, és így könnyebben tudtuk motiválni talán a fotósokat, hogy jöjjenek és készítsék el a szép alkotásaikat. Hogyan értékelnéd, milyenek voltak azok az alkotások, amiket idén kaptatok, milyen volt végig tekinteni ezen a tárlaton? Igen, mondtad, hogy beszéljek erről. Nekem Olivernek, Goodman Olivernek a színvilága tetszik. A külön díjas és az első díjas felnőtt kategóriában Mizsei Szabolcsnak a külön díjas képének a mondani valója. Nagyon különleges, én azt gondolom, és nagyon tartalmas. Vagy éppen Martinek Ádám hídja, mert ugye azért mégiscsak a Zöld Híd Egyesület pályázata. De megragadott például Törjék Noéminek a mosztári lámpásai, mert gyerekkoromban jártam utoljára arra is, én azt hiszem, hogy nagyon olyan szépek lettek a színe is többünknek. Például az ő fotója is nagyon tetszett. Mi az az üzenet, amit megpróbáltok évről évre ezzel a kiállítással eljutatni az emberekhez? Például az idei tematikával, az éjszakával, a napnyugtával volt-e olyan gondolat, amit szerettetek volna átadni? Igen, hát minden évben valamilyen jeles naphoz kötődik, vagy valami olyan különleges, rendhagyó gondolatot találunk, ami arra utal, hogy volt már a természet és épített értékei Kiskunhalasnak, volt vízölében, akkor a vízvilágnapja, a vízzel kapcsolatos képeket vártuk, vagy fényhíd, időhíd, tehát, hogy mindig egyfajta tematika van, és éjszakai képek még eddig egyáltalán nem voltak, és mi azt szeretnénk, hogy az éjszaka szépségeit is vegyék észre a fotósok. Hogyan tovább gondolok itt következő fotópályázatra, hiszen bizonyára már ilyenkor elgondoljátok, hogy milyen irányba szeretnétek továbbvinni. Van még a tarsolyban elegendő téma? Én azt gondolom, hogy minden évben találunk olyan témát, ami még nem volt, és hát a zsűriink is szigorú. Ugye a Kiskunsz fotóklubnál Daróczi Csaba, Kis Csaba és Ferenc János most már több éve a segítőnk a zsűrizésben, és ők azért mindig adnak ötletet. Ebben az évben is figyelembe vették a képeknek az egyediségét, az igényességét, a minőségét, a nyomtatás minőségét is. És hát, ahogy mondod, igen, van tervünk, úgyhogy ha a 8. fotokiállításunkra fókuszolunk, akkor annak a címe az lesz, hogy Párban. Akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma este. És kedves nézők, azt most megtudhattuk, hogy milyen volt az idei verseny a főszervező szemszögéből, most pedig megmutatjuk önöknek, miként látták a megméretést a versenyzők és a szakmai zsűri tagjai. Évek óta nagy sikerrel zajlik városunkban a Zöld Híd Egyesület fotóversenye, mely minden esztendőben egy adott témához kapcsolódva hívja fel az emberek figyelmét a környezetvédelem és a természet fontosságára. Ebben az évben az Éjszaka Csodái címmel hirdették meg a versenyt, melyre szép számmal érkeztek alkotások.
Az ítészek két korcsoportban hirdettek eredményt, a fiataloknál egy középiskolás fiatalember bizonyult legjobbnak. Én már 3 évvel ezelőtt is elkezdtem ezekre a pályázatokra jelentkezni, és ugye a fotózás számomra azt jelenti, hogy meg tudom másoknak mutatni a világot más szemmel, hogy hogyan is lehet látni, még a, mondjuk a rosszban is lehet jót látni, úgymondva, és nekem számomra a fotózás ezt jelenti. A nyertes fotón azt Fehérton készítettem, és hát ott úgy volt, hogy hajnali 3 órakor keltem föl, és kimentem. Azelőtt még csináltam egy ilyen csillagjáros fényképet, de végül a napfelkelte mellett döntöttem, mert itt nagyon szépen látszódnak a színátmenetek és a színek. A nyertes fotó előtt például 3 nappal előtte már kimentem Fehértóra, és azelőtt lévő nap is már csináltam fényképet, de ott nem olyanok voltak a színek, és rengeteg előkészület kell egy képhez. Ezt erősíti meg a szakmai zsűri egyik tagja is, aki szerint jól látszik, melyik alkotásba mennyi munkát fektettek. Maga a zsűrizés folyamatán, amikor ezt csináljuk, és van 60 kép, 50-60 kép, mondjuk az első, ebből az 5-6-ot kiválasztani az nem nehéz, mert hiszen amatőr pályázatról van szó, igen nagy a szórás az első és az utolsó, vagy illetve a nem nyertek között, de maga az 5-6-ból eldönteni, hogy melyik legyen az első, az már egy nehezebb dolog, mert tulajdonképpen ugye minden beküldött alkotás mögött egy alkotó ott van. És azért ezt is kell figyelembe kell venni, egy olyan alkotó van ott, aki azért reménykedik. Tehát aki munkát fektet, munkát vetszel egy képbe, az joggal reménykedhet, hogy valamit nyer is. Az ünnepségen a Bibó István gimnázium diákjai verseket és dalokat adtak elő. Szép csatásné a gyombolt hitelbe, itt hagyom a cifra szűrőm érte. Hogyha ki nem látom holnap télre, annak adja ki többet át érte. Az idei versenyen a felnőttek korcsoportjában Mizsei Szabolcs fényképét találta legjobbnak a szakmai zsűri. Az alkotó elmondta, hosszú tervezés előzte meg a pályázatra benyújtott fotók elkészítését. Leginkább valamiféle különlegesebb technikát szerettem volna. Most leginkább a hosszú expozíciókat használtam, amikor sokáig készíti a fényképezőgép a fényképet, és úgy gondoltam, hogy minél különlegesebb technikát viszek be, annál sikeresebb lehet esetleg egy fénykép. Az egyik az Montenegróban, egy bár nevű helység közelében készült, este olyan 9-10 órai időpontban, és a másik, az pedig Kolozsváron, egy lakótelepre rálátó temetőből. A díjazottak névsora weboldalunkon a halasmedia.hu címen tekinthető meg. Kedves nézők, igen mozgalmas napok elé nézünk kulturális események tekintetében itt Kiskunhalason. Már is megmutatjuk, hogy milyen programok közül válogathatnak. Szeptember 15-től Kiskunhalas is csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz. Az elkövetkező napokban szinte minden a kerékpározásról és az egészséges életmódról szól majd városunkban. Többek között kerékpártúrák, fórumok és bringás reggeli vár az érdeklődőkre. A programsorozat csúcspontja szeptember 22-én az autómentes nap lesz, melynek a Bethlen Gábor tér ad otthont. További részletek a városszerte kihelyezett plakátokon. Városunkba látogatnak a Tompai Dalos Pacsirták verséneklő együttes tagjai. Megzenésített versekből álló műsorukat pénteken este 17:30-tól hallgathatják meg az érdeklődők a Vasutas Művelődési Házban. A szerzőkről, művekről Palásti Károly oszt meg információkat a hallgatósággal. Az est két vendége, Monda Margit és Pásztor Gergely. Újra kézműveskedésre várják az érdeklődőket a Végkúriában. A Kiskunhalasi Népművészeti Egyesület Motolla kézműves műhelye gyermekeket és felnőtteket egyaránt vár szombatonként 15 órától. A foglalkozásokon az agyagozásban, korongozásban, festésben és mintázásban is kipróbálhatják magukat a jelenlévők Rajnai Gabriella és Kovács Ibolya vezetésével. Jövő csütörtökön újabb tárlattal jelentkezik városunk népszerű művész tanára Baráth József. Idei kiállításának címe Változatok egy témára. A szeptember 21-én 18 órakor megnyíló tárlatot a Közösségek Házában lehet megtekinteni egészen október végéig.
Soha, de soha. Ez a címe annak az izgalmas könyvnek, amit a Szilády Gimnázium egyik diákja ajánl nézőinknek, lapozgató rovatunk keretében. A kötet különlegessége, hogy nem egy, hanem két szerző nevéhez fűződik. Én egy olyan könyvet hoztam, ami a Soha, de Soha címet viseli, és két írónő közös műve. Az egyiküket ismerem, idézőjelesen, Colleen Hoovert, és a másik írónő Taryn Fisher. Az előbbi írónőtől még nem olvastam, és igazából megfogadtam, hogy nem is fogok, mert annyira felkapottak a művei, és nem értettem, hogy miért, mert nekem egyik sem volt szimpatikus így elsőre. És utána kijött ez a Soha, de Soha, ősszel vagy télen, és akkor nagyon felkapott lett. Persze ezt gondolni lehetett ettől az írónőtől, és egyszer úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor én ezt most megveszem, és elolvasom, hogy lássuk ezt az írónőt, nem akarok előítéletes lenni mégsem, és végül megvettem, és el is olvastam, mert hogy nem egy hosszú könyv. És hát, mint mondtam, nagyon népszerű, már elő is rendelhető, azt hiszem, a második része, és igazából meg is értem, mert ez tényleg egy jó könyv, rájöttem, és most már nem gondolok rosszat az írónőről. Ez két fiatalról szól, egy fiúról és egy lányról, ebből már gondolni vagy sejteni lehet, hogy mi fog következni, és így in medias res kezdődik, tehát a lány arról mesél, hogy hirtelen nem tudja, hogy hol van, elfelejtett mindent, és ugyanezt történik a fiúval is. És utána rájönnek, hogy neki közük van egymáshoz, és próbálják tettetni, hogy ők nem emlékeznek semmire. És próbálják kideríteni, hogy ők kicsodák, milyen az életük, és a lány például megtalálja a naplóját, amiben fontos információk vannak, és a fiú beszél a testvérével, akitől szintén megtud dolgokat, és így kezdik összerakni a képet, de nem tudják, hogy miért felejtettek el mindent. A tinédzsereknek ajánlom, de igazából szerintem nincs felső korhatár. Szerintem hát bárkinek jó, aki szereti a szerelmes történeteket, illetve az ilyen nyomozást, meg az ilyen titkokat, és a csattanót, meg a befejezetlen véget. Ez volt már a Kultúrkép magazin. Adásunk zárásaként Szalonna és Bandája zenél nekünk. Jövő csütörtökön Fehér Erika számít megtisztelő figyelmükre. További kellemes televíziózást kívánok Önöknek. Viszontlátásra!